Sziasztok! Hát volt a legutóbb egy posztom a Pergetorgászok csoportba, miszerint harcsás, vagy harcsára való botot kerestem, ahol hát a kommentelők 60%-a, több mint 20 ember, legtöbbik privátba is a Rottbuéder Mátéhoz, Puskás Mátéhoz irányított. Hát most már így a háttérből szerintem kitaláltátok, hogy hol vagyok, úgyhogy mindjárt beszélgetek Mátéval, mert megérkeztem. Na még mielőtt belekezdenék ezekbe a kérdésekbe, vagyis gondolatokba, amik megfogalmazódtak a fejembe. A Mátéval már egyébként így ismerjük egymást jobban, mert kommentelgettem, meg figyeltem a munkásságát 2-3 évvel ezelőtt, de mivel azt gondoltam, hogy még nem igazán köteleződtem el úgy a pergetés harcsahorgászat iránt, leginkább ugye pontyokra pecáztam, mint a legtöbb ember, akit belevág ebbe az egészbe, horgászatba. Ezért nem szerettem volna anyagilag elköteleződni úgy a magasabb kategória felé. És hát mint minden pergető horgász elkezdte úgy az olcsóbb kategóriából, középkategóriából, felső kategóriából a botok terén megvenni azokat a termékeket, amik a horgászboltok 90%-ában megtalálhatóak. Itt most márkákat fölösleges lenne említenem. De nyilván miután az ember, nem azt mondom, hogy én egy tapasztalt pergető horgász vagyok, mert szerintem amíg élünk, addig tanulunk erről a fajta horgászatról, és nem lehet azt mondani, hogy én már tudok pergetni. Nem is állítanám ezt egy másodpercig se, csak azt gondolom, hogy eljutottunk arra a szintre, ahol talán már lehet azzal is játszani, nem csak a saját tudásunkkal, hanem a felszerelésünknek az összhangjáról, ami nyilván indul a botról, a bot, az orsó, a damil, csali, előke, kötések, és így tovább, de ezt szerintem mindannyian tudjátok. És igazából hosszú húzavona után beadtam a derekamat, mert amióta megvan a Stellám, azóta szerettem volna egy hasonló kategóriájú botot mellé. Szóval lehetne erről még reggelig beszélni, biztos, hogy hosszú lenne itt a monológom, de most nem miattam vagyok, nem miattam nézitek ezt a videót leginkább, vagyis miattam is nyilván, de Mátéval szeretnék majd beszélgetni ezekről a dolgokról, hogy ismerkedett meg ezzel a botépítéssel, miért kezdett el botot építeni, és azok a botok, amiket épít, azok mivel másabbak szerinte. Aztán majd a videó által majd én kommentelgetem a dolgot, hogy ez igaz vagy nem, őszintén. Hogy valóban így vannak ezek a dolgok. Mármint érzetre, mert nyilván amit elmondunk, meg amit érzünk, az két külön világ. Na úgyhogy most már átfordítom a kamerát, itt van velem Máté. Sziasztok, Puskás Máté vagyok, mint ahogy ismertek engem. Rottbuéder Máté néven. Ez a mai találkozó nem előre megtervezetten jött létre, mert nekem lett volna a dolgom vasárnap este Szolnokon, és ott szerettem volna Attilának odaadni ezt a botot, amit harcsázni csináltam neki, de mivel az időpontomat átrakták 2 héttel későbbre, így Attila kénytelen volt eljönni érte, annak ellenére, hogy felajánlottam neki, hogy pénteken szintén fogok Szolnokon keresztül menni, de nem bírta ki, és eljött. És... abszolút igaz. És még egy részvevőt szeretnék bemutatni. Igen. Egy nevet kérünk. Igen, én is rá vagyok. Jó. Egyébként ő a Máténak az edződ volt, ugye Máté? Igen, igen. És együtt szoktatok pecázni. Igen. Tehát ez annyira spontán volt ez az egész, annyira megtervezett, hogy most itt van mindenki. Szerintem egyébként ez mindenki számára így a legjobb, mert ez tényleg nem lett megjátszva. Jöttem, kell a bot, már akarok vele dobálni. Máté meg elmond pár dolgot. Na, én arra lennék kíváncsi, Máté, hogy oké, hogy itt van ez a műhelyed, itt csinálod a botokat. Tehát itt vannak bent. Mondtam, hogy ne tegyünk rendet, ez így van rendben. Akinek van műhelye, szerintem még ennyire sem így néz ki. Egyedülálló ember vagyok, úgyhogy próbálok túlélni. Főzök, mosok, takarítok és még horgászok is. Nagyon király. Na, hogy kezdted ezt az egész botépítést? Mi volt az, vagy hogy jutottál el odáig, hogy na most várjunk, nem is jól fogalmazok, de nincs is ezzel semmi gond. Miért nem volt jó neked az, amit a horgászboltban megvettél? Mikor volt ez? Vagy hogy jött ez? Nekem a horgászat gyerekkoromtól kezdődött, Szabolcs megyében születtem. Nagyon nagy szegénységből, mély szegénységből jöttem. Erre én büszke vagyok. Túlzottan iskolában nem jártam. Én halat fogni szerettem, meg így úgy pénzt csinálni. És nekem a horgászbot egy eszköz volt ahhoz, hogy halat fogjak. És ha vettem gyerekként valamit
ami nem elégített ki, akkor gondolkoztam rajta, hogy miért nem működik jól. Aha. Ugye ez ilyen 15-16 éves koromra jutottam odáig, hogy megértettem például a kettő bot között mi a különbség, hogy miért tudok egyikkel messzebbre dobni, a másikkal kevésbé tudtam nagyon dobni. Például egy jó példa volt, amit konkrétan emlékszem, volt a Shimano Nexé bot, 3 méteres, 20-60 grammos. Nyilván ennek tágabb is volt a dobósúly tartománya, mert utána volt egy Shimano Katana 3 méteres, 20-50-es. És a Nexével precízen tudtam hosszúakat dobni a ilyen 10-20 grammos csalikkal, vagy 28 grammos abutóbival például. Mennyivel másabb volt a világ? Már csak a hosszára gondolok. Mert így van, de a világ, a vizek most is ugyanakkor, csak a divat változott, ja. És a marketing változott, erre később vissza is fogok térni, és ebből majd ki is fogjátok venni azt, hogy én egy funkcionális ember vagyok, és nem divatot követek, hanem mindig olyan cuccal pecázok, amit adott hely megkíván, mert én halat akarok menni fogni, és nekem ez az egyetlen célom. Mindegy, hogy csak halat fogja. És ez nekem nagyon fontos, és a targetet fogjam meg. És mivel ott nem volt csónak a folyóvizen, nekem ez volt a legfontosabb, hogy a messze rabló halakat is el tudja menni. Tehát a szamos folyóról beszélünk konkrétan, ott 30-40-50 méteres távolság voltak a túlpartig, és nyilván egy homok palajról át tudtam dobni a túloldali meredek parthoz, hogy tudjak belsőre harcsát fogni, vagy süllőt, vagy balint, vagy domolykót, akár micsodát, csak hogy odáig el tudjak dobni. És akkor kezdtem megérteni azt, hogy mi a különbség a botnak a kupja között, mert a Shimano Nexépnek vastagabb volt a spitze, és vékonyabb volt a hátsó része, és nyilván sokkal a párhuzamoshoz jobban közelített a kup. A Katana pedig sokkal vékonyabb volt a spitze, annak ilyen 2,2 mm volt a spitze, a Nexép 2,68 mm-hez képest, de hátul viszont jó, vastagabb volt. És ez volt a spitz akciós, csúcs akciós bot, ami amúgy hegyesen viselkedett, mikor megrázta az ember, de mikor akár 28 grammos villantót megdobtam vele, egyszerűen nem engedte a bot, hogy feltöltődjön, mert a kuposra kialakított botok hirtelen bekeményednek, és a villantót vagy felfelé dobta az égbe, vagy magam elé csapta, és nem egy hosszú, rugalmasan kilőtt pályára lőttek ki a villantót, amivel a Nexével tudtam produkálni. Ez hány évvel ezelőtti bot, ez a pergető bot, amiről most beszélünk? Ez 20 éve volt. Tehát 20 éves pergető bot. Ja, tisztesen. Jó, csak hogy mi időben be tudják... Ez 15-16 éves koromban. Tehát 15-16 éves koromban te ezzel nagyaltál. Így van. Ezzel nagyaltam. Ugye nincs ezen mit titkolni, szüleimnek nem volt pénze sokszor háziállatot sem, meg húst venni, tehát halat ettünk, nem volt hal, nem ettünk halat. Tehát megettük a dombot. Neked meg ezt meg kellett oldani. A mánát is már megettem, közben jót szórakoztam. Ja. Hazahoztam a süllőket felkötve kötélen, akkor ez nem volt szégyen. A bicikl, láss az egész falu. Ja, úgy mentél végig, hogy biztos lássa valaki. Így van. És Istvánnal is jártunk úgy horgászni a Hortobágyra, hogy vonattal jöttünk haza, és akkor a krumpli zsákban hoztuk haza halakat, ott folyt a leve, meg minden, de... Azért teljesen más világ volt az... De aki ezt letagadja, az csak hipokritikusan nagy képű. Persze. És erre a Katana botra visszatérve szeretném elmondani, hogy akkor megértettem, hogy a botnak a közepe nem rúgta ki a csalit, mert túl merev volt. És akkor csináltam íjakat is, mert vadászni is próbáltam, hogy egy-két nyulott, hogy valami a fácsán elérte. Kalácsom, vagy? Hogy persze. Tehát minden módon próbáltunk állatokat fogni, hogy megegyük. Értem. Tehát ezért is lehet, én atlétikus test alkottam. Tehát ez genetikailag belém ivódott, hogy... Na ezt most elnevetjük, tényleg azt hiszik, hogy hülyéskedsz, de nem hülyéskedsz. Nem hülyéskedés, mert ugye ha íjat is farag az ember, akkor nyilván egy jól megválasztott fa jobban fel fog tölteni, mint aminek kemény, vaskos az egész része. És akkor így áthúzásokat hoztál, úgymond most ez nagyon levetítve az egész. Ezeknek a mechanikája, meg a horgászbotok mechanikája között próbáltad összemosni a dolgot. Okay, ha az úgy működik, akkor ezt át lehet-e menteni valamilyen úton, módon, persze nem egy íjnak a működését, de hogy az így működik, akkor hogy lehetne horgászbotba ezt áthúzni? Igen, az íjat úgy lehet áthúzni ebben a horgászban, hogy van egy adott vastagságú fa. Uh-huh. Hogyha a fa mondjuk vékonyabb bacska, de rugalmas, akkor egy rövidebb fából is lehet egy rugalmas íjat csinálni, mert fel fog töltődni. Uh-huh. Hát egy világos, ugye? Igen. Hogyha van egy ugyanolyan hosszúságú fa, ami vastagabb, és olyat tudtál most csak vágni, vagy csinálni, vagy akármit szerválni magadnak, az hiába húzod fel, nem fog feltöltődni, hogyha az erődből fel is töltöd, túl gyorsan vissza fog rántani. És ha túl gyorsan visszaránt, akkor nem lesz ideje a nyilvesszőnek felgyorsulni, mert kell a nyilvesszőnek egy idő, hogy felgyorsuljon. Van egy optimális vastagság, rugalmasság, ami kell neki. És ez nem lehet se kevesebb, se több.
Mert aha, akkor mert ha túl gyorsan, akkor csak kicsapja hirtelen. Nem fogja meglöpni, kell neki egy pálya, hogy be is gyorsítsa. Mert a nyilvánszónak is van egy súlya. És akkor csináltam az a katona a botta, hogy lesz, hogy mivel nem akart hajlani egy része, leszettem a gyűrűket, és akkor azt hiszem kettő gyűrűvel kevesebbet raktam fel, hogy fel tudjon töltődni. Mert az I-nak az lényeg, hogy kettő ponton meg van támasztva. És csodák csodájára a katona botból lett egy jó dobó horgászbot, nyilván nem lett a szerelmem az akció, mert azt az akciót nem szeretem. Aha. Ezeket a nagyon kúpos botokat, mert ezeknek egyetlen problémája van, amikor ugye halat meg lehet, mert először meg kell akasztani. Ja. Tehát először be kell dobni oda, ahova akarsz, ja, oda precízen kell bedobjál, pont oda, ahova te akarsz, ne túl rajta, ne visszább, és többször ugyanoda, hogy ha csorogsz például valahova, akkor mindig a partot akarod dobni. És nagyon fontos az, hogy ha sötétben dobálgatsz, akkor ne a fára dobjad a csalit, hogy ne azzal teljen az idő, hogy lefele szedegeted a csalit, mert az idő pénz. Hát, és ja, meg átcsorogsz olyan hely felett, hogy szétvered a vizet, amíg rángatod, amíg utána ott már nem lesz meg az a hal, ami esetleg még táplálkozni szeretett volna. Utána már lehet, hogy ott van, csak nem lesz annyira rettem, hogy kikerül a táplálkozási szakaszból, és fél óra hosszáig kéne dobálni, mire újra rá mozdul a csalira. Magyarán először be kell tudnod dobni, nagyon fontos, mert halat fogni mentél. Ja. Nem arra, hogy divatoljál, nem a pólomat mutogattam ott sem, hanem az, hogy halat fogja. Be kell oda dobni. Utána a csalit mozgatnom kell a bottal úgy, hogy azzal a kapásra bírjam a halat, és erről is tudok majd rengeteget mesélni, hogy mennyire fontos az, hogy egy adott helyen pont olyan használjál, pont olyan botot használjál, ami oda való, mert olyan bot nincsen, amit mindent meg lehet csinálni, vannak amikből ki lehet hozni 2-3 különféle horgászmódszert, de minden helynek van egy adott botja, meg annak a kapás időszaknak, hogy a sülőnek például az kell, hogy amikor megemel a botot, akkor emelj is el a csalit, ne legyen 5-10 centi holtjáték se, hogy magad felé jön először, és akkor jön fel egy másik pályára, és ez hozzájön az is, hogy pont akkor a fejet is kell használni, meg olyan vastag zsinort is, amivel ezt meg tudod csinálni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy minden klapoljon. Visszatérve a botra, a halat utána kapásra kell ingerelni, halat utána meg kell akasztani, ki is kell tudni fárasztani. És ez a kúpos botokkal nem lehet annyira hatással fárasztani, mint a párhuzamoshoz közeli a botokkal. Tehát aminek ugyanolyan, már csak egy konyha nyelvre, mert én nem értem ezt, meg szerintem sokan mások nem, mert nyilván te tudod, hogy mi az a kúpos bot, most én otthon ülök és hallgatom, ezt nem tudom, mi az, hogy kúpos bot. Tehát, hogy a botnak a vége, hogy megértsék, hogy miről van szó, tulajdonképpen az a lényeg, ha valaki látott már mondjuk salakmotor sportot, vagy technikai sportokban járt, közelebb van mindenki. Nem mindegy, hogy egy autónak, ha úgy van állítva, vagy egy motornak a kuplungja, hogy mikor a rajtnál elindul, hogy megpörög háromszor, négyszer a kerék, vagy egyből fordul. Tisztosan. Na most nyilván, ugye, hogy egy picit a nagy, hirtelen nagy gyorsaság, amiről Máté is beszélt, a hirtelen nagy gyorsaság, ugye, hogyha egy picit lassulva van, akkor a picit lassúság az sokkal előnyösebb, mint ha hirtelen gyors lenne. Szóval, hogy valahogy megértsük ezt a dolgot, ez tulajdonképpen így kell fogalmazni. Szeretném megmutatni, ez a Megyeri Szabolcsnak a saját botjaként árult Catfish Killer Pro, aminek 1,8 mm hátul a blank átmérője, a spice pedig 2,4 mm. Így jönnek végig. Aha. Ugye? És akkor ez, ahogy nézem, itt ez a kis ravasz, sokan nem tudják, multis, mert csak ravasznak hívják, ugye? Ez multis bot, tehát nem peremfutó orsó, amit tekerünk, hanem a másik, amin úgymond ez az amerikai típusú bot, vagy orsó, bocsánat, mert így ismerik soha. Így van. Jó, csak nem tudják sokan ezt az egészet, tehát sokan csak azt látják, hogy Amerikában, amikor a nagy sügerekre dobálnak, akkor ilyen orsóval dobálnak az emberek. Itthon is már kapható, és egyre nagyobb teret nyer. Leginkább ez a vertikális csalikhoz szokták használni itthon? Vagy ez hogy kell elképzelni? Ez a fajta pecához, amit Szabi csinál, Megyeri Szabolcs, ha teheti, nem horgász egy kis halra. Magyarországon nincs nagyon sok hal, hogy az ember 10-ből 10-et ne fogjon halat, aztán max. Egyszer fogjon. Tehát akkor bocsánat, visszakanyarodva még ide a bothoz, mert lehet egy kicsit túl hamar túléptünk rajta. Tehát a botnak a vége, tehát az orsótartó rész, meg a spit között, hogy minél kisebb... Nagy átmérőbeli különbség van. Ennél a botnál azért emeltem ki a nagy halas pecát, mert ha nagyon vastag hármas halgok vannak a vertikális csali, és vagy nagyon vastag jig-horog van a jigen, tehát egy 8-0-ás nagyon brutál cuccról beszélünk, aha, ahhoz viszont kell egy ilyen buta
gerinc ahhoz, hogy beleverje a halba a horgot. Tehát, hogy meg is tudjon akadni, ne csak rácuppanjon, és akkor húznád bele, és akkor kirúgja, ahogy hívják, a horgot, kiakad belőle, mert túl lágy a bot, hanem ide kell egy gerinces bot, amivel bele tudod akasztani, akár még a gerebben fog a közé is. Ez így van. Nos, ezek a botok tökéletesek az ilyen harcsahorgászatra, de ezek már nem alkalmasak ahhoz a harcsahorgászatra, amikor 10-15 g-os kis duci wobblerekkel akarunk pecázni, mert a horog kicsi lesz rajta, és ha bele is akad egy jó helyre a harcsának, a horog fog kinyílni, vagy ki fog a húsustól szakadni a cuccbe. Értem, oda viszont kell egy kicsi ruganyosság, hogy bele tudjon akadni, viszont dzsigeléshez vertikális horgászatra meg ugye előny a gerincesség, a wobblernél pedig, hogy ne tépjük ki a szájából, hanem legyen egy kis ruganyosság benne, oda meg lágyabb botok kellenek. Ugye, ez az a lényeg ez a bothoz, hogy ez vastag nagy horog kell, hogy a hal akadjon rá, ne tudjon kiszakadni, meg ne tudjon kihajolni. Ezzel a bottal akasztottam... Tehát nem ezzel kell elmenni sügerezni mondjuk, vagy ugye a puha szájában... Általános pecára. Ja. Itt jönnek képbe ezek az XD botok, amiket ugye sokan több kilósnak ismernek, ez a 22 kilós... Ja, mert ugye, hogy itt kétfajta adat van rajta, ezt is tegyük már tisztában, mert ezt én sem tudtam. Mert tegnap pont beszéltem a Szabival tegnap, Peca kapcsán, Megyeri Szabival, és ő kérdezte, mondtam neki, hogy jövök ide a Mátéhoz, és ő kérdezte tőlem, hogy hány kilósak a botok? Hát mondom, 7, 21, meg 10, 40 gram. Hát ő neki nem mondjam, mert ő a kilókat tudja. Szóval nyilván a horgászboltokban nem találkozunk kilóval. Mi az, hogy kilója van egy botnak? Ez hogy kell ezt érteni? Tehát, hogyha valaki azt látja, hogy ez egy, ugye itt van rajta, hogy 198 centi, 10-40 gram, 22 kiló. Mi a 22 kiló? Mert laikusként nekem erről fogalmam sincsen. YouTube-on van néhány videó, amit az NFC csinált, meg a francia Rothaus, ahonnan blankot lehet rendelni. Ott ez a blank konkrétan 225 euróba kerül, ez a kiskereskedelmi el a blanknak. Ezt 40 fokos szögben befogják, és egy gép elkezdik számítógép vezérléssel lehúzni, hogy pont lássák, hogy pontosan mennyinél tört el, abból egy ilyen lassú húzás, nem hirtelen rántás, de blank, lassú húzás. Tegyük tisztába azt is, blank az ez a része a blokknak, tehát itt annak ugye a gyűrűk, itt ez a gyűrűtartó, vagy orsótartó, bocsánat, ez pedig a vége, ez meg a hátsó malkrot, meg a végdugó. Jó, oké, mert bot részeit nem biztos, hogy mindenki tudja. És akkor ez a része, tehát amiből az egész végig tevődik a bot, mert ez utólag kerül rá, tehát ez nem így születik a bot, hanem ez így kerül rá, ott azon még pont nincsen egyébként? Nem, az egy felső tag a féderbotnak. Az, bocsánat, jó, akkor nem. De lényeg, hogy ezt utólag teszed rá, ez az egész, egybe van ez az egész rúd, nevezzük most rúdnak, hogy ez így jobban emészthető legyen, és akkor ez 22 kg-os töréstesztje van, ez a töréstesztje. 50 libra felett pukkan el. Értem. Tehát akkor a kilogram az azt jelenti, hogy a tesztek során hány kilót tudtak vele emelni? Mennyinél tört el? Tisztasor. Jó, ez így már teljesen érthető. Ez több mint 50 libránál tört el, ezért a 22 kiló, ez stabil. De ezt úgy mérik be, hogy a spiccet fogják be, úgyhogy nem nincs felgyűrűzve. Tehát maga a bot testet húzza le egy gép maga alá, és ezek a botok képesek óalakba behajolni. Mert hogy a gyűrűt, amikor ráteszed ezekre a botokra, és szétoszlik a terhelés az egésznek, akkor ez még növel úgymond a törés. Valójában, amikor a spicce van akasztva valami, és nincsenek gyűrűk, akkor a bot nincs kiszolgáltatva semmilyen gyűrűnek. Tehát ilyenkor felgyűrűz már veszít a valósból, mert ugye vannak ezek a pontok, ahol meg van támasztva, és összerándul a bot. És pontosan itt jön az, hogy én nem sajnálom az extra pénzt, hogy hány gyűrűt rakok rá, tehát a kereskedelmi forgalomban lévő botokon általában 2-3-mal kevesebb gyűrű van minden boton, mert ugye ezzel pénzt spórolnak. Tisztasor? Mert hogy a gyűrűknek az elhelyezése egy boton, most nem kellenek a kulisszatitkok, amiket te tudsz magadnak, csak hogy mint én horgász megértsem, nem mindegy, hogy hova teszed a gyűrűket egy boton? Nagyon-nagyon nem mindegy. Ugye első dolog az, hogy nagyon tudjunk rá dobni. Ez nagyon fontos, hogy mikor valaki felhív engem telefonon, én meg szoktam kérdezni, milyen orsód van. Shimano 4000-es orsót fogsz rá használni, Stella vagy Strolik, teljesen mindegy. Megkérdezem, hogy milyen zsinort fogsz rá használni, mert én horgász vagyok, és minden bot úgy született, amilyen botot akartam magamnak csinálni. Először elsődlegesen igazából magadnak csináltad a botot. Mindig magamnak horgászok egy bottal, és érzem, hogy jó, de mégis valami nem jó rajta, akkor variálni fogok rajta, hogy mit lehet rajta változtatni. Rengeteget járok Istvánnal horgászni, neki is tőlem vannak
próbálgatjuk egymás botjait, cserélgettünk orsókat, zsinórokat, hogy mivel érzük a legjobban az egészet. Ez még a mai napig tart? Minden nap. Tényleg? Tehát akkor nincs az, hogy most 3 évvel ezelőtt kitaláltál valamit, nem. És akkor azóta azt árod. Nem, ez folyamatos. És minden héten valami újdonságra rá is jövünk. Mert hogy amikor a Nedró Gyurinál voltam, és ezt szerintem látták is a YouTube-omon, voltam pecázni a körösen, amikor Gyuri kifogta a szememet, jó értelemben mondva, akkor ő neki ez a botja volt, vagy ez egy korábbi fejlesztés? Nem, azok kupos X-ray botok, amik a kupos meg a aminek szélesebb a hátulja és vékonyabb a spice. Igen, az vastagabb volt. Így van, azoknak vékonyabb a fala, azoknak a botoknak, mert azzal a keménységet el tudják érni azzal, hogy szélesedik kifelé, és minél jobban szélesedik kifelé a blank, annál több gerincet produkálnak vele, mert azt produkálja valós gerincet. Ezért szokott rengeteg harcsázó bot, kutyogató bot eltörni, mert cső szerkezetű botokból csinálják őket, ide-oda ütögetik őket a kocsiba, rezeg, rászkodik, ólom neki koccan. Persze, mindig a boltos meg a gyártó a hibás. Igen. A botok ezért szoktak eltörni. Gyorsan kitérnék arra egy pillanatra, hogy miért törnek el a botok, mert az emberek hozzáütik őket. Én is, amikor a botot csinálok, valamikor hozzáütöm a botot a falnak, bárminek. És akkor azt szoktam csinálni, hogy befogom a botot ide a hónom alá, és így lehúzom a spicét így. Mert ezzel limitálom a dobást. Aha. És 6-7-8 húzással a bot el fog törni. Múlt héten is csináltam egy botot, hozzácsaptam, nézzétek, ez egy gipszkarton fal itt. Na az előbbi pillanatra megálltunk, lemerült a kamera. Szóval ott folytatnánk, hogy Máté ott tartott, itt a párkánynál, hogy oda kocintottad a botot. Így van, mert gyorsan megmutatnám neked, hol egy blank. Itt egy blank, és akár így néz ki, mielőtt még bármit csinálnál vele, igaz? Így van. Jó. Hát így szoktam, nyilván ebben a szögben szoktam állni, és akkor ha forgatom a botot, mert maszkolószalagot tekerek, vagy bármit, szigetelőszalagot, hogy megtámaszom, amíg rángatom, és akkor tépem le, és az agyam elkalandozik valamerre, például ez pár napja egy ügyfelemmel telefonáltam közben, és nem koncentráltam, és ha megfordulhatnék, légy szíves, ja, bocsánat, persze. És akkor ezzel a mozdulattal így neki vágtam a botot így ennek, aha, a szélének. Nyilván nagyobb erővel. Nyilván nagyobb erővel, én ping ennyit hallottam, amit egy átlagolgász nem is tulajdonítan a komoly dolognak. És ezt van egy módszer, amit megtanultam, hogyan kell tesztelni, mert nyilván nekem is voltak, hogy blankok úgy érkeztek meg, hogy az egész doboz fityeget minden irányba, úgy hozta meg a futár. Biztosan? És az FC-nek a tulajdonos elmondta, hogy van egy 10 húzásos próba, amivel magadnak le tudod tesztelni. A legjobb az, hogyha valaki megfogja a botot, és a horgászboltban ajánlom, hogy csinálják meg az emberek, fogja meg az ember a botot erősen, és a másik ember pedig húzza le a spiccet, ahogy csak tudja, és engedj el, mert ezzel fog feszültséget kirúgózni. Így van, már a dobás fogja vele imitálni. Megfeszül és elenged. És ha 10-szeres túlélő bot, akkor nincsen benne anyaghiba, mert ha lenne benne anyaghiba, egy ilyen mikrorepedés, azután eltörik. Uh-huh. Mert az folyamatosan növekszik minden egyes pendítés. Így van. Mármint úgy pendítés, hogy annak mondva, ilyen ruganyozás után. Tehát miután visszapattam. Így van. És amit csináltam botta, elkezdtem lehúzogatni, 6-7 húzásra eltört. Megnéztem a törést megint, ugyanúgy nézett ki a törés, mint amikor mások visszaküldték a botot, fél év vagy egy év után, ami nem is garancia már, ilyen nincsen, hogy garancia, hogy használtuk a botot és addig nem tört el. Ja. Egyszer csak fogta magát, pang, leesett a teteje, pontosan úgy nézett ki. És ezt kellene igazából sok emberek megérteni, hogy egy 60-70 grammos blankról beszélünk, ami nem egy fél kilós üvegbot, tehát ezekre vigyázni kell. Ezek óriási súlyt fel tudnak emelni, amíg nincsenek megsérülve. Persze. De még minden karbonbot, ezek olyan, mint egy üvegpohár, az ember rosszul üti meg, hiába ez vastag falu bot, ha megnézed, ezen látszik a falnak a vastagsága, hogy kegyetlen. Tehát ez hátrafelé még vastagodik is a blank. Próbálom úgy döntögetni, valamelyik szögből úgyis jó lesz neki. A fény miatt, mert picit úgy árnyékol, de... Tehát a bottörések ezért szoktak legtöbb esetben bekövetkezni. Jigfej tudja okozni azt, hogy amikor bevász, kipattam mondjuk egy, egy balint szájából, mondjuk jön kifele, a balint felúszik a tetejére, kipattam szájába, és tudom, hogy nagyon pici a százalékos esélye, de megüti pont a bottestet. Ez is okozhat egy törést később? Minden, bármilyen pici wobbler, 3 grammos wobbler is meg tudja ütni. Mert a súly és a sebesség összege fogja az erőt ugye megadni. Tisztosan. Tehát akkor például, amikor én viszem is a kutyogtató botot és rajta hagyom az ólmot, beakasztom a horgat a gyűrűnek a tartójába, és az ólom ott kocog, miután megyek a rossz utakon, az nem túl jót tesz neki, igaz? Az
Azzal kinyírom, nem? Kinyírom, az a szó, azzal pontosan kinyírod, és nem régiben láttam nem egy videót, amit magyar horgászok fáradtak, hogy bevágásnál hogy töltöd a kutyogatóbot. Nyilván én kutyogatóbotot nem adnék senkinek, aminek csill a keresztmetszete, mert kutyogatni teljesen mindegy, hogy a bot 300 g vagy 1300 g, mert le van rakva, úgy, mint boiling botnál például is. Így van. Én erre találtam megoldást, tömörüvegből csináltatom most már a bottesteket. Az emberek nem tudják ezt, de az üvegben is vannak ugyanúgy különböző modulusok, mennyire gyorsak és könnyűek az üvegrostok a karbonnal egyetemben, tehát abból is tudnak a karbonhoz hasonló keménységet, gyorságot és súlyt is előállítani. Tehát ez is egy megint... Konyhanyelvre lefordítva, ez a tömörsége az üvegnek, vagy már csak úgy talán kézenfekvőbb, mint a karbonnál is, ezeknél a pergető botoknál is, ugye, hogy hány tonnás karbon, mert ezzel találkozunk, az más? A tonna azt jelenti, hogy az előkészített, gyantázott karbon szövet, amit kivágnak egy formát belőle, amit feltekernek egy fémrudra, mekkora nyomással van a gyanta kisütve belőle, az mennyi tiszta karbon tartal marad a botnak, mert ez a recés holland, amit látunk a boton, igen? ez a blankok közül kisülő epoxi gyantának a maradéka. Aha, jelentsen ez most bármit is nekem, de értem, amit mondani akarsz egyébként. Egy normális bot, amikor kiszedik a kazánba és lehántolják róla azt a védő réteget, ez marad, utána ezt szokták lecsiszolni, aha. De akkor benne van a pakliban, hogy belecsiszolnak a karbonba is, és le szokták festeni, meg rárakni kamu keresztszálat, ami nem létezik. Se szendvics technológia nem létezik, sem sajtot, meg ilyen technológiák, meg sem nagy technológia. Ez csak design igazából akkor, igaz? Így van, ez szó szerint parasztpakítás, mert gondoljatok bele, régen azért csináltak hasított nádból botot, mert rugalmasan viselkedni kizárólag a párhuzamosan egymás mellé fektetett dolgok tudnak rugalmasan viselkedni. Ezért a karbonszálak, üvegszálak nagyon-nagyon vékonyak, és ebből milliók egymás mellé vannak rakva. És itt jön be az a modulus meg a karbon minősége dolog, hogy az a mikro ezred vastagságú kis szálacska, uh-huh. Az a súlyához képest meg kell a terhelésbírá viselni, és azután, ha össze van adva, abból milyen erőset lehet csinálni. Ez jelenti azt, hogy milyen karbonból csináljuk, azt, hogy hány tonnás, azt, hogy mennyi gyanta marad benne, mennyire kipréselve belőle. Tehát ez is annyiféle dologtól függ, hogy ezek alapján nem szabad botot vásárolni, hogy most rá van érve, hogy tolé karbon, vagy hány tonnás a karbon, mert ez minden irányban lehet úgy sűrni ez a történet. Uh-huh. Ez rengeteg dologtól függ, hogy milyen gyantával gyantázták össze az adott minőségű karbont, és milyen kúpot kapott a bot. Ezek az X-ray botok, Ezek a kisebb kúpobotok kategóriába tartoznak, amiknek az a lényege, hogy... Magyarán a kúp az, hogy vastagságról indul, és a végére mennyire vékonyodik el a botnak az anyaga. Tehát az út a végétől az elejéig. Jó, csak hogy tisztázzuk le, mert inkább belekérdezek, mint ezt, hogy hülyeséget gondolják. Jobban érzékeltessem, ha vágnátok papírból egy trapézhoz közeli formát, aminek kicsi a szöge, aha. Egy nagyobb kúpos botot úgy tekernek fel, hogy a spic és a hátsó rész vastagsága az nagyjából azonos lesz. Azért tudnak azok a botok általában derékban is eltörni nagy terhelés hatására, mert a fal vastagsága azonos és nem túl vastag, de a kúp fogja nekik adni a keménységet. Ezért van a sok könnyű pergető bot, amik halál könnyűek, amiket a távol-keleten csinálnak és eladnak középkategóriától csúcskategóriáig is, papírfalúak, elbírnak törni a közepén is, meg a nyélnél is, nincs bennük anyag. Össze lehet őket meg hát nyilván ott, ahol megtervezik ezeket a botokat, nyilván vannak európai teszthorgászaik, de talán próbálnak egy olyan botot létrehozni, legalábbis az én gondolataimban az van, ami oda is jó, tegyük fel mondjuk Japánba, tegyük fel Kínába, Amerikába, Európába, bárhova. Leginkább te meg ugye arra hajazott ki ezt az egészet, hogy itt a helyi viszonylatokat tekintve, az itteni vizekben fogható halakra? Vagy ezt hogy kellene áthúzni? Vagy érted, mit akarok kérdezni ezzel? Magyar állampolgár vagyok. Igen? Annak tartom magam. Ez a legfontosabb. Magyarországon élek, Magyarországon akarok halat fogni. Értem. A csúcskategóriás botok, amelyik Japánban vagy japán tervezők által készülnek, azok nem ilyen vizekre vannak kitalálva, mint Magyarországon, nincsen belső harcsa a 3 inches gumira. Érted akkor, mit akarok kérdezni? Értem. Ott olyan vizeken pecáznak, hogy nincs akadó, ami jelentheti a tengernek az alját, mint a rockfishing, a rengeteg tűzspicces bot, hogy Magyarországon eladtak nagyon nagy számban korábban, és mindenki tört el a spicét. Vannak tengerparti úszómedencék, amiket sokan nem tudnak, télen feltöltenek vízzel, tele megy hall, és abban pergetnek a japánok. Mi?
medencébe? Az úszó medencé tele megy hallal, tengervízzel, és abban pergetnek. Az igen. Meg olyan tavakon is pecáznak, aminek 5-10 méter mély a vize. Tisztesen? Mint itt egy bányató? Csomorra, így van, és ott semmi alkodó nincs, ott ilyen picike csalikkal dzsigezgetnek. Na, azokat, ha behozzák ide, amiket oda csinálták, az nem fognak megfelelni nekünk, mert nálunk vannak akadók. Vannak nagyobb testű halak, nekünk nagyobb horgot is kell valószínűleg felrakni, vastag vagy egy zsinort. Vagy egy kis tantát mondjuk fel tud venni, egy 10 kilós ponty is akár. Pontosan. És az már nem ugyanaz, ami ott van. Míg ezek a botok, ahogy visszakanyarodtunk most ide hozzád, ugye? Egy pillanatra visszakanyarodnék az olcsóbb szegmensbe, amiket csinálnak az általad említett mindenesnek, tehát a több minden, ami minden országban jó. Tehát mondjuk egy 5-15 grammos botok, amiket legyártanak nagyobb bot, most teljesen mindegy a márka, nagyobb botgyártó cégek, amiket meg lehet venni bármelyik horgászboltban. Így van, ezekről mondanék néhány szót nektek. Sokan összekeverik a bot anyagát, az érzékenységét, meg a súlyát, hogy valójában ezek micsodák. A bot érzékenysége nem csak a karbon minőségétől függ, hanem attól, hogy mennyire vékony a fala. Mert minden kevesebb anyagban valamiben, az azt jelenti, hogy minden vékonyabb a fala, minden kevesebb a lak rajta, meg kevesebb az epoxi, a gyűrűkötése, minden könnyebb rajta, minden annál több rezgést fog közvetíteni, minden kevesebb, annál jobb. Az olcsó anyagból is lehet érzékeny botot csinálni, csak az viszont nem lesz annyira erős, amikor az elején akarjuk tehát használni. Jobban akarod terhelni mondjuk, tehát jobban igen. Ráhúzzad a féket magyarán, és igen. Akkor azt mondod, hogy most már akkor jöjjön fel ez a, mit tudom én mondok neked, 5-15 grammos botra, ez a 10 kilós harcsa, akkor nem biztos, hogy a falnak a vastagsága meg fogja engedni ezt a terhelést a botnak. Tehát bírni fogod húzni, csak a bot lehet, hogy megpattan valahol, főleg ha még 3 héttel ezelőtt oda koccan neki valami. Így van, ott el is fog érezni. És utána a Facebookon szidják a gyártót, szidnak mindenkit. De ez nem fair, ezt nekem is el kell mondjam, el is szoktam mondani az embereknek, amikor felhívnak egy bottörés kapcsán, valamelyik cégnek a botját eltörték, hogy... Mert hogy szoktál javítani egyébként? Szoktam, de nem szeretem. Jó, értem. Akkor ez miatt ne keressenek, csak ezt most elmondtam. ez egy kínlódás, mert egy eltört valamiből szarba nem lehet várat építeni. Ja, jó, oké. Okay. Tehát ezt el szoktam mondani, amiben nincs anyag, abból nincs mit várni. Hogy nekem miért alakult ki ez a NFC-n az X-re imádott, amit rengeteget megvásároltak, és nem adtak el, szinte senki nem adta el őket. Tehát a Facebookon senki nem tudja azt nekem mondani, hogy X-re botokat árulnak, mert senki nem árulja ebből, csak venni szoktak, és a szájról szájra terjed. Ezek a botoknak pici a kupja, tehát a hátul. Tehát magyarán most arról beszélünk, hogy te ezt veszed meg, ezt az anyagot. Így van. Tehát nem így kompletten kell elképzelni, hogy a bot így érkezik hozzád. Így van. A gyűrűzet, meg a nyél, minden variátor rajta, tehát most a blankról beszélünk. Jó. Hogy miért jó az NFC X-ray? Azért jó ez, mert ez az NFC-nek a legjobb anyaga. Ez a legdrágább, ha holnap lenne egy másik cég, aminek jobb lenne a terméke, akkor már be is venném a palettámba. Rögtön leváltanád ezt? Nem váltanám, bevenném azt is, mert ez már bevált. Aha. De... Ő váltott le valakit? Nyilván az X-ray-t behozták 4 évvel ezelőtt, és ezt a pici kúp, nagyon vastag falú Blanc Designt, ezt 2 éve kaptam meg az első prototípusokat, megdöbbenés volt számomra, amikor a 40 pár gram tömegű Blanc, aminek szerintem ez a 4-17 gram a dobósúlya, tökéletes dobósúlya, amit imádok vele dobálni, az 9,16 kilónál tört el. Tehát brutális. Tehát egy harcsa fárasztásnál sem... 3 kiló körül szokták mondani a max fékerőket. Mondják 3-3 kilóval. Én nem mondom magam erős embernek, de gyengének sem. 3 kilót megtartani egy horgászbottal egy percen keresztül, ha fel akarsz egy vödör lemelni 3 kilót, az ember kell hozzá. Az ember utána állítani fel a féket, mert meg kell értem, amit mondasz. Jó. Tehát 3 liter vízzel próbálják ki az otthoni pergetőbottal, mert ne legyen belőle gond. Ezekkel nyugodtan lehet. Ezzel ki lehet, csak az otthoniban ne próbálják most ezt ki. Mert utána az legyen, hogy hát... Rizikózni fog vele, ja, jó. Tehát járunk itt az X-ray-nél. Ez a legdrágább anyagból van. Ez a bot? Így van. Ráadásul olyan gyantával csináltak, ami szintén egy újítás volt az NFC-nél, ami megakadályozza a mikrorepedéseknek az idő előtti kitágulását. Mert ugye amikor megütsz egy botot, ez ütéstől fog függni, mekkora ütötted meg. Lehet, hogy elég egy botnak egy negyed erejű ütés, mint amit én ütöttem múltkor, és ez egy hónap dobálás után fog kitágulni akkorára, hogy a negyed milliméter elér 2 milliméterre. Jól gondolom, hogy ez hasonló lehet, mint amikor a szélvédőbe egy kavics felverődés szépen lassan repecét? Pontosan.
Pontosan, aha, mert ezek a grafit szálak alapból az vékony, aki van egy pici rugalmasság, az üvegnek is van rugalmassága. Tiszta sor. Mert egy üveg porrat is össze lehet nyomni egy picikét. Ja. Ezért van üveg szál is. Főleg, hogyha felmelegíted, ja. Így van. Ja. Tehát az üveg is rugalmas. Ezeknek a botoknak, mi a legdrágább az anyaga, ezért beengedhettük magunknak azt, hogy legyen belőle kicsit több anyag, amiből veszít valamennyit az érzékenységből, de még akkor is sokkal érzékenyebb lesz, mint szinte bármi a piacon, és ez nem nagy képűség, mert ez nem az én érdemem, ez Gary Loomisnak az érdeme, aki egy kb. 80 éves botgyártó, ővé volt a G. Loomis brand, amit a Shimano megvásárolt tőle, tehát jelen esetben nem magamat sztárolom, hanem a valóságot elmondom. Te csak megtaláltad azt a terméket, amivel szívesen dolgozol. Így van, ez méreg drága, de ez viszont megadja azt, ami nekünk kell. Aha. Ha a magyar horgászoknak szeretnék három botot adni, amivel le tud fedni mindent, itt van ez a gyűrűzőgépben lévő armata, ami egy 6 kilós blank. Ez pici fejektől kis közepesig, 3-4 grammig tökéletesen tud mindent. Ez nagyon vékony és nulla adja ki magát, a legjobban PN 03, 04, maximum 06, ezt szereti a bot, erőben el is bírja viselni. Ez gyors bot, de a spiccel viszont hajlékony, az emberek imádják. Ez egy igazi olyan peca, amivel amikor nem eszik a hal, szélben meg tudod fogni az ember, meg lehet fogni a sülőt vele, a spitz behajlik annyit, hogy mikor vontatja, nagyon lassan az ember. Ez a ragadós kapás, vagy leállazza. Mindent egyszerűen lehet rajta érezni. Ez a kis pici csalis bot. Aha. Pici csalis bot, de bármi alatt ki lehet leszedni. Ezzel fogtak 50-60 kilós halcsákat. Mert hogy ez fontos hozzátenni azért, hogy nyilván a bothoz mennie kell a felszerelésnek. Minden részének stimmelnie mert kell. Mert hogy ezt a botot most felrakok, tegyük fel egy másfeles PE vastagságú varivaszt, aztán a széllyel tudnád törni te egy is. Buta lesz az egész, ja. Egész hozzá, buta lesz. Ez egy ezres Stella illik, vagy ezres, vagy kétezres Vanquish. A bot ereje miatt a Stella a legjobb hozzá, mert ez egy combos bot amúgy, uh-huh. Pici csalékhoz. Vagy egy Twin Power esetleg? Vagy Stradic? Nem szoktam ezekkel variálni, magamnak azért vannak Stellák, nyilván a cégem vannak, ez nem titok, mert erre van egy... Teszteled őket? Erre van egy cégem, nem árulom a Shimano-t, de ettől a Stellát jobbat nem találtam még, tehát ezen nincs mit tisztosan mellé beszélni. Az így, az ember egyszerűen az ember horgászik, akkor megveszi. Erre az ezres orsó való, és le van tudva. Erre rárak az ember egy PN04-es varihoz zsinort, ez olyan pecát csinál vele, hogy tényleg vége van. Uh-huh. Fluokarbon szoktál rákötni? Most már tudom, ez nem annyira fontos, de biztos érdekel néked, hogy ehhez a Damilhoz milyen fluokarbon köz hanyast? Ugye a PN04-hez egy 22-es szoktam kötni. Jó, köszönöm. Oké. Okay. Itt van a következő, ez a 21 grammos bot, ebből is irtozatos mennyiséget eladtam. 5-21-es, a 5 grammal az embernek kiveri a kezét egy folyóvizen. Ezzel a bottal hatalmasat lehet dobni. Kegyetlen módon lehet. Hány centiméter ez? Ez 2 méter és van 2 méter 6 centiben. Ez a csónakosok botja, meg akik szeretik twitchelni a wobblereket is, a 2 méter 6 centi pedig a... Mert hogy ezzel wobblerezni is érdemes, vagy jó? Én a levegő wobblereket megállítani, belehúzni. Tisztosan. És a wobblertől szépen ki fog bicsaklani, jobbra-balra, és nem beleremegni, mert a botnak van annyi tartása. Mi a különbség a két bot anyaga között? Most nagyon konyha nyelven. Ugyanaz, mind a három, amit most szokott, ugyanaz az XC anyag. Tehát nincs különbség, csak a vastagsága között? Így van. Ugye, tehát ez a nagyon most bocsánat, hogy így mondom, ez a vékony, ez a közepes, ez meg a vastag. Így van. Most nagyon levetítve. És akkor a három bottal le tudod fedni az egész palettát? Mert hogy nem látok több botot pergetőre, vagy miért nincs több bot? Vannak más botok is, akik tényleg ki akarják hegyezni a peszát, most pergetőkről beszélünk, ezeknek pergető bot karaktere van már. Ugyanaz a blank, nagyon ritka, hogy pontosan olyan jól fog viselkedni a peremfutóhoz, meg a multiszuchoz. Ezt most engedjük is el szerintem, mert ez szerintem, ahogy téged ismernek, ez egy óra hossza lenne a multis része. Jó. Akkor ezt most úgymond a kicsit populárisabb részét, a peremfutót, úgymond, amit tekerünk, ugye orsót, amit mindenki ismer itt Magyarországon. Jobban van, a multit is nyilván ismerik, de azért nyilván ez az elterjedtebb. Próbáljuk most erre kihegyezni szerintem, mert tényleg, amit így még így a kamerán kívül beszélgettünk, az bőség, tehát azt most itt végigmondanánk, akkor az egy másfél órás mozifilm lenne. Így van, Figyelj, ez a 21 grammos bot az, amire... Ha sokan meg is lepődnének, de akiknek van ez a bot, azok alátámasztanák, hogyha az emberek nem lenne pénze venni egy ilyet is, meg egy olyat is. Aha. Ezzel a bottal... Tehát mit mondanád, te ezt mondanád azt, bocsánat, hogy szabadbevágok, hogy
tudod, mit akarok kérdezni? Hogy van egy bot, melyik az, szokták kérdezni, melyik az az egy bot, amit mindig magaddal vinnéd, te ezt vinnéd akkor magaddal. Felgetőben ez lenne az, egy 2500-as orsóval, és ha egy bottal szeretnék megoldani mindent, akkor az egyik dobra raknék PN06-os fonottat, 8 állás fonottat raknék rá, azért, mert ezzel lehet UL-ezni, lehet nagyon nagy sodrásban kis közepes fejekkel pecázni, úgyhogy a zsinór nem fog elmenni jobbra-balra, és nem lesz annyi elakadásunk. Gyönyörűen tudjuk olyan ütemben és mozdulatokkal vezetni a gumit, ahogyan az kell. Tehát amennyit emelni fogok a bottal, a gumi fel fog emelkedni, és vissza fogom rakni a fenékre, nem lesz mellébeszélés, mert a botnak nagyon szigorú tartása van. Mert hogy ezt azért mondod igazából, mert amit én is tapasztaltam, hogy folyóvízen nagyon nem mindegy, hogy milyen vastag a zsinórod, mert minél vastagabb a zsinór, annál jobban belekap a sodrás, azaz egyre kevésbé irányíthatóbb lesz. Nyilván erősebb lesz tőle a felszerelés, csak egy bizonyos pont felett már, mivel nem tudod olyan erősen húzni, tekerni, stb. Ugye nincs akkora a emelése, kilogrammos emelésed, mint ahogy beszéltük itt az előbb, hogy 3 kilogrammal azért már folyamatosan fárasztani egy halat az ember próbáló, ezért nincs értelme tovább erősíteni a felszerelést, mert ha tovább erősíted, belekap a víz, jobban viszi el, nem érzed annyira a csalit. Tehát ezért fontos egy összhangba, amit végig mondtál nekem, hogy ennek összhangba kell lenni a felszerelésnek, a botnak, az orsónak, a damilnak, a fluorokarbonnak, a jigfejnek, a csalinak, mindnek összhangba kell lenni, mert úgy érzed azt, amire szükséged van. Így van. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ahogy észrevettem, rengetegen egy divatot követnek, és nem gondolkoznak azon, hogy ez erre a vízre miért kell ez, vagy az. És például amit most elmondtam, hogy egy 06-os fonottal milyen pecát lehet ez, sem egy UL-szerű pecát, amit majd hívjuk bárminek. Nekem a halfogás lényeg az, hogy kimelek egy vízre, halat fogja. Meg és a kapás nyilván, hogy azt érez meg rendesen. Így van, be akarok tudni dobni vele, ha fúj a szél, hanem a csalit a bedobástól, a fenékreéréstől, vagy a vízközhúzástól, ott akarom vezetni, ahol én akarom. Ezt a botot egy vékony 06-os zsinórral tökéletesen lehet használni, úgyhogy jól beállított fékkel, nem fog elszakadni zsinór sem, mert a 06-os amúgy elég erős ahhoz, hogy egy 20-30 kilós harcsát is akár kivegyünk vele a partról, hogyha szerencsém, hogy nem megy akkor. Csónakból meg még inkább. A csónakból még inkább. Ja. Tehát akkor ez egy, csúnyán mondva, egy állóvízre tökéletes bot, egy holtágra mondjuk, ha valaki szeret. Folyóvízre tökéletesen, a zsilipekre, kövezésekre, minden. Vagy egy lassúbb folyású folyóvízre, vagy egy olyan vízen, ahol mondjuk felszíni wobblereket szeretnél dobálni, tegyük fel. Mondtuk, most az idő rövidségében próbáltam gyorsan elmondani, a vékony zsinóros felhasználását mondtam el, hogy ha három dobunk van egy 2500-as orsóhoz, akkor ezzel a bottal lehet UL-ezni is, ha akarunk, mert nagyon gyors, pattogós gumizást csinálni, olyan helyen, ahol inkább bevállaljuk, hogyha egy 30 kilós halkad, akkor lehet el fogja tépni, meg el fogja vágni a kő a zsinór, de előbb-utóbb minden zsinót el fog vágni a zsinór, csak lehet, hogy 2 másodperccel később. A másik felhasználás, ami a legoptimálisabb ennek a botnak, az a PE1-es zsinórral való használat, az 1.0-as, igen. Így van, az 1.0 az a Varivas Max Power, tökéletes 34-es Varivas Flora lőkével, eszméletlen jól működik a peca, ezzel lehet pecázni folyóvízen, állóvízen, mindenhol, ezzel viszonylag nagyot lehet még dobni, mert erről is fogok beszélni, hogy a peremfutósoknak is van egy limitje, hogy egy bizonyos vastagság felett nem lehet fel elég nagyot dobni a zsinórra. A P1-es zsinórra, amikor be van járatva, irgalmatlan nagyot lehet dobni, egy kis fletcheret, a 10 g-osat halál messze lehet dobni, és azzal az erősség az 1-essel és a 35-ös, 34-es fluoróval azért már nagyon nagy halakba is bele lehet állni, mert azt elszakítani az botta a képtelenség, ha nincs megsérülve a cucc. Ez egy igazi mindenes cucc. Nyílt vízre, ha a parcel dobálgatjuk, így vegyesen. Így van, a másfél 2.0 a Varivasnál jártunk, ugye csak azt használom, mindig mindenben a legjobbat szeretem használni. Ezzel a botta nyugodtan lehet mondani, partot dobálni harcsákra, ki lehet vele mindent venni, kis 7-es, 10-es, 12-es, 15-ös wobblerekhez a bot tökéletes süllőzni, csukázni, ezzel nem kell félni, az ember beránt egy 5-6-0-ás offsethologgal, át fog ütni a halnak a száját, a bot nem fog eltörni tőle. Ez igazából, ha egyet venne az ember, ezt használná. Én nekem is az a kocsiban ez mindig be van rakva, Stellába, kettő Stella be van rakva a ládámba, egyiken 6-os van, a másikon pedig 1-es, de nekem azért nincsen hozzá 2-es, mert azt már 4-re Stellára rakom, és erre a botra. És most tehát jövünk, akkor jön a fels, tehát a legnagyobb, így van, a kicsi normál nagyból most értünk el a nagyba, bocsánat. Ez közt is van egy bot, de
igazából fölösleges, hogyha valaki hármat meg tud venni, aki a 16 kilós veszi meg, az nyilván az kap egy erősebb sülőző botot, meg egy látosabb harcsázó botot. Igen, és akkor ez a bot, amit igazából én kerestem. Tehát most érkeztünk el odáig, ahhoz a bothoz, amit a posztokba is ott ajánlottak. Amit a Takács Peti is ajánlott, aki a Haldorádó filmeket készíti, a Döme Gábornak is ilyen? Vagy jól láttam, vagy az a Takács Peti botja, amikor tudod a vertikális csalival pecáztak, látszik ott a tiszai négy évszakos videóba. Vertikális botta, vertikális csalival pecázott. A Haldorádósoktól szinte minden alkalmazottnak és tulajdonosnak és Péternek, az operatőrnek mindenkinek van ugyanolyan botja, meg különböző X-ray botjai, úgyhogy neki van bőven Döme Gábor, és van saját ilyen botja, meg mindenféle általam gyártott bot, tehát neki is van sajátja. Ő fogott a napokban egy óriás harcsát, véletlenül a 16 kilós Blanka, amiről videó is lesz. Ami fent is van a fénykép róla. Így van, már a Facebookon fent van, de a videó az július 22-én lesz az egész kapás. És azt melyik bottal fogta? A 16 kilósra, ami 28-as. Tehát a középsővel, így van, a normál bottal. A 13 kiló 21 gram, most ettől van erősebb a 28-as, azzal pecázott már Peti és Döme Gábor két éve, amikor fogtak vertikál nagy harcsát, és Döme Gábor is fogott vele. Tudom, igen. Azon az első X-ray, amit teszt botnak kaptam. Majd berakom ide a linkét ide a leírásba, és akkor majd már rá tudnak kattintani, hogyha kíváncsiak rá. És mert ott ez egy nagy harcsa volt. Így van. Ja, hogy az ott hogy működik ez a bot. És abból a 16 kilós blokkból jött az ötlet, amit én kommunikáltam az NFC-vel, hogy kellene csinálni az armatát és X-ray anyagba, ebből jött az X-ray armata, meg aztán mondtam, kellene erősebbet is csinálni, Magyarországon már van igény. Ja. Ebből lett a 22-es és 24 kilós bot. Ez a 22 kilós az egy igazi mindenes erős bot, amivel lehet nagy gumialakkal sülőzni, lehet wobblerezni, ezzel lehet harcsázni, pardobálni, vertikezni, igazából az egy embernek kell egy erős peca, egy 4000-es orszóval. Jó tiszai peca, így amivel van. A tiszán mondjuk meg tudja dobni a parcilét, ha akarja. Így van. Vagy mondjuk bele a sodrás mellett, amikor elkezd húzni már a víz, akkor meg tudja dobni a 30 grammos jigfejjel, tegyük fel, vagy egy 25-tel, vagy tényleg mi a teteje, amit te ajánlasz így jigfejbe, ezt így nekem, hogy mit dobáljak a tetejét ezzel? 60 grammos fej. 60 grammos, ez bírja? Persze. Amit a botokról tudni kell, a dobósülyökről, én azt a logikát követem, hogy azt írom rá a botra, amivel optimálisan legjobban működik. Tehát az 5-21-es bot a 3 grammos fejjel is működik, mert lehet vele érezni. Ha bedobok a sodrásba 30 métert, érezni fogom, hogy leült. Ping. Hogy a 3 gram lejött, az 5 az már koppanni fog. Aha. A 20 grammos fej hozzá, ugye 21 ez a divat szám, a 20 grammos fej viszont az neki, amit szeret. De Megyeri Szabi 30-asokat is dobál vele a Dunán. Jó. A Megyeri Szabi ő más kategória azért. Így van. Nem tud horgászni. Abba abszolút. Ez a bot 10-15 grammos fejektől indul, 40-50-60 grammokat imádja, ezzel egy 60 grammos fletcheret meg lehet dobni tiszta erőből, és repülni fog, mint az őrület, de már egy 13 grammos szalmó trill vékony zsinórral is képes elmenni 50-60 méterre. Tehát akkor most épp kutyogtatás mellé vertikális pecát is akarok egy kicsit beiktatni, nem csak a nadát, akkor nyugodtan vigyem magammal ezt a botot, aztán próbáljam vele. Így van. Jó, ez a minden aztán meg majd kiabáljak, amikor majd lesz kapás, hogy ezt most... Biztos, hogy fogsz halat fogni vele, mert ezzel érezni fogod azt is, amikor a harcsák hátán át fog menni a zsinór, mert sokszor össze vannak állva, vagy valahol biztosan le vannak lapulva, és csak lassú tempóval bontatod a gumi alatt a fenéken, akkor érezni fogod, hogy most pontjon ment át a cuccod, ezt 8 áll a zsinórral, és drága zsinór kell hozzá, mert ezzel érezni fogod, hogy min húzod át a cuccost, érezni fogod, ez most harcsa volt, és utána dobni fogsz oda megint. Ha a harcsát érzel, akkor ki fogod lassan mozdulni. Úgy, mint amikor szépen lassan lehet érezni, amikor a sülőn áthozod az inaktív sülőn a pikkelyének a durvásságát, vagy mondjuk sügérnél annyira nem, de sülőnél lehet azért érezni, hogy mintha ez sülő lett volna. Nyilván akkor ez a botnak az anyaga, meg a közvetítése ezekbe az információkban sokat segít. Így van. Jó. Kompromisszum sajnos nincs. A legjobb orsóká, a legjobb bot és a legjobb zsinór, és az optimálisan vastag és erős zsinór, tehát nem lehet gyengébb sem, erősebb sem, olyannal kell pecázni össze, ami teljes harmóniában van, mert másképp nem azt fogja mutatni a történet, amit kell. Egy armata sem fog működni PN08-as zsinórral, úgy, mint egy PN0304-jel. Értem. Ez így van, ehhez ezres orsó dukál, attól függetlenül, hogy kicsoda, akik 2500-as orsókat raknak fel az ilyen ultralight botokra, nem dobnak vele sem nagyobbat, és a pici csalik mozgatásához, mert egy pici, egy két incsebb csaliról beszélünk, egy kisebb hal imitációról beszélünk. A igen. Kis hal sem fog ugyanakkorákat ugrálni, mint a kétszer akkora kis hal. Megértettem. Mert nem akkorát. Az, hogy beletekerünk az orsóval egyet meg kettőt télen, nyáron ugyanazzal a fejjel mindenhol,
ez sajnos ez van, mikor bejön, van, mikor nem jön be. Ja. De mikor nem akar enni a hal, akkor ezek az emberek el szoktak sülni általában. Tiszta sor. Ennyi. Jó, akkor ez a három pergetőbot igazából, ezt a kettőt fogjátok látni nálam. Így van. Ezt a 10-40-et meg majd egyszer biztos én is olyan leszek, mint a Megyeri Szabi, hogy csak kilókba tudja, mert pont tegnap, ahogy beszéltem, mindig mondta, hogy kiló, hány kilós, nem tudtam megmondani, majd lehet, hogy átszokok rá. Aztán majd vissza, legalábbis mind a kettő adatot tudom. Ha valakit érdekelnek ezek a botok, hol talál meg téged? Későbbiekre, mert lehet, hogy lesz, akit érdekel, sőt. Ha Attilával találkoztok a vízparton, próbáljátok ki. Ja, tisztosan. Ezek a botok nem úgy adják el magukat, hogy jól néznek ki a fényképen, és influencerek behypolták, és ja, azt mondták, hogy csak ez a jó, ezt ki kell próbálni. Az ember dobjon egyet a sajátjával, utána dobjon egyet ezzel, miután egy olyan orsóval rajta, meg zsinórnagra tényleg jól működik, mert kell hozzá, és akkor érezni fogja, úristen, ezzel mennyi mindent lehet érezni. Tisztosan. És garantálom neked, hogy több halat is fogsz fogni, mert ezzel a bottal gumizni fogsz, és sokkal többet fogsz érezni, mint a másik cuccoddal. Ezt garantálom neked. Rendben. Jó, hát legyen így, én nem ellenkezek ezek a dolgok elől. És akkor, hogyha téged hívnak, mondhatják, hogy látták a videóba ezeket a botokat. Ezt mindenképp mondják el, hogy akkor nyilván Attilának is meg fogom ezt hálálni, mert jó. Attila nyilván ezt a botot megrendelte tőlem, mint egy vásárló. Ahogy elmondtuk, spontán érkezett meg, mert nem akart péntekig várni, mert én nem mentem a hétvégén Szolnokon át autóval. Eljött, megtisztelt engem, elmentünk kajálni, elkezdtünk beszélgetni a pecáll, aztán jött az ötlet, hogy akkor mondjunk egy pár szót, és volt nála GoPro, mert ugye most is horgászni. Benne vannak a cuccok, ja. Délután is megyek ki a Tisza virágzásra. A spontán dolgok a legjobbak a világon, azt mondom. Szerintem is, és szerintem ez így is van jól. Nekem az ötleteim is a spontán pecákból szoktak jönni, kimegyek valahova. Szokott, és... amikor üres járat van a fejedbe, pecek közben nem csak a haragon, tehát mármint úgy értve, hogy kell ezt elképzelni, hogy kim vagy horgászni, és akkor egy kapás után gondolkozol az, hogy lehetett volna ezt a kapást még jobban érezni, vagy hogy helyezd még a gyűrűket át, vagy egy fél milliméterrel lentebb, vagy fentebb, vagy ezt, mire érted ezeket a dolgokat? A gyűrűknek az elhelyezése, az nekem egy Isten adta tehetség volt, hogy rá tudtam érezni, hogy egy adott botra hol rakjam a gyűrűket. Ezeken rengeteget kísérleteztem, és én magammal nagyon kritikus vagyok. Tehát aha, ha valami nem 100%-os, akkor meg fogom kérdezni Istvánt, a többi barátom a Debrecenből. Akinek a szavára adsz igazából. Hogy ő mit érez vele. Aha. Mert ez hiányzik a bolti botokból, hogy nem lehetek kipróbálva. Mert ezt nekem senki nem mondja, hogy ezt a több ezer botot kipróbálták. Nem próbálták ki. Mert egyiknek ez a baj, a másiknak az a baj, egyik jól dob, a másik nem jól dob. Az, hogy egy-egy botot véletlenül jól eltaláltak, az egy dolog. Én is így tanultam egy csomó dologból, amit véletlenül jól eltaláltam, akkor elkezdtem megérteni, hogy ez most miért jó akkor, mert ez a kérdés is fel szoktam magamnak tenni. És a kapásokról, amiről... Amiért mindenki horgászik, amiért perget. Mindenki horgászik, nekem nyilván az is nagyon fontos, hogy ahogy elmondtam, a cuccnak összhangban kell lennie. A horog méretnek, a horog öblének, a horog vastagságának, a szakáll méretének összhangban kell lenni, és tökéletesnek kell lennie. És ha nem akadt meg egy kapás, akkor azért tudom, hogy nem akadt meg a kapás, mert a hal nem akart, hogy megakadjon, nem a cucc miatt. Uh-huh. Mert ha a hal normálisan bekapja, a jó cucca a jó horoggal meg fog akadni. Ha nem, akkor csak az Isten úgy akarta. Az ilyen üres pecákon nekem mind nagyon fontos az, ha valamikor nem is fogok halat, mert nekem idegesít, hogyha nem fogok halat, vagy nincsen kapás, vagy nincsen akció. Nekem fontos az, hogy tudjam, hogy a cuccom az tökéletes volt, mert ha nem tökéletes a cucc, akkor érezni fogom, hogy az egész pecák semmi értelme, de kicsit vastagabb a zsinór egy adott helyen, és a sodrás olyan, nem tudom meghorgászni, akkor tudom, hogy nem azt a pecát sem, ami kéne, akkor inkább fogom magam, ha nem tudom lecsérni az orsót, akkor inkább kimegyek holnap a normális cuccal. De ezért szoktam inkább most elvinni több orsót bekészítve zsinórokkal, hogy ha cserélni kell, akkor cserélek. Mert akkor tudom, hogy megtettem a tőlem terhelőt. Egy adott vizen, ha elkezdek pecázni, egy folyó lassú csatornán vagy folyóvizen, a 2-3 gramtól végig próbálom egészen sokszor 15 grammos fejig ugyanazzal a zsinórral és ugyanazzal a csalival. Utána váltok csalit, legyen az 2 inch, vagy 3 inch, vagy 2-8, akármelyik, a kájtekről mondjuk beszélek, és akkor végig próbálom azt is ugyanezekkel a fejekkel, és megnézem, hogy na most akkor
emiatt nem eszik, vagy tényleg nem akar a hal lenni. És ha sehogy nem jön be, akkor emeltővel távozok, hogy tényleg minden megtettem. Így van, így van. És ez beleérve nyilván, ha erről beszélünk, a 3 grammos fejl is lehet a sodrásba nagyon lassan léptetni, lehet nagyon lassan vontatni, lehet belebegtetni, beengedni a sodrásba, a víz közé húzni, ott megtartani, ott megugrasztani. Ezeket végig is szoktam próbálni vele, mert másképp nem tudok úgy hazamenni, hogy nem fogtam halat. És ehhez kell a jó cucc, hogy ezzel a 20 grammos bottal egy átlag pecát meg tudjon az ember csinálni. Ha az benne van az autódban, különböző orsókkal vagy pódobokkal az orsóthoz, mert nagyon fontos, hogy ugyanazt az orsót használja az ember, mert azt szokja meg annak a tekerési sebességét, a finomságát, hogy egy adott csalival megtanulja horgászni, és ne a botokat váltogasd, meg az orsókat, meg a zsnórokat, hanem szokd meg azt, az a zsnóra, hogy viselkedik. Ja. Nagyon-nagyon fontos ez, hogy halat fogjon az ember, és ne csak divatolni menjen ki. Plusz még, amit hozzátennék, hogy mikor beszéltünk, akkor elmondtam neked, hogy van egy botom, ami jó, meg van egy olyan botom, aminek hosszú a nyele, és hogy lehetne azt megoldani, hogy pont olyan hosszú legyen az orsótartó alatti rész, hogy a könyökömnél, itt a részénél, pont jó helyre támaszkodjon be a bot, azaz oda kerüljön a botnak a legutolsó pontja, ahol nekem egy egész napi pecánál kényelmes. Nem akad bele a ruhába, a mellénybe, a mentő mellénybe, a kabátomba, bárhova, hanem az pontosan ugyanaz a hosszúság lesz, amivel kényelmesen, gond nélkül át tudok dobálni egy egész napot is. Máténál ez is egy nagy pozitívum, hogy bemész a boltba, ott megkapod úgy, ahogy van. Ez így van. Nálad viszont azt mondja az ember, hogy figyelj, én azt szeretném, hogy 32 cm legyen az orsótartó alatti rész, mert úgy kényelmes nekem, akkor az 32 cm lesz, mint ahogy nálam is. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy minden úgy legyen, hogy a vevő kéri, mert a vevő ugyanolyan ember, mint én vagyok. És én csak a legjobbat szeretem kompromisszumok nélkül. Ezért szoktam a vevőtől megkérdezni, hogy milyen típus orsóval pecázol, mondd meg, hogy Daiwa vagy Shimano, mekkora a mérete, a Shimanokat, azokat kívülről belül ismerem, már csak azzal pecázok, megkérdezem tőle, milyen márkájú zsinort használsz, milyen vastag lesz az, megbeszéljük, hogy hol lesz a nyele, én elmondom az én véleményemet, hogy én mit tartok jobbnak, meghallgatom őt is, ha a vevő arra, amit én mondok, akkor az életletem felé húzunk, ha nem, akkor oda fog kerülni a vevő szeret, mert mindenkinek más a preferált hossza. Az orsod, a típusa meg, hogy fogja az orsod, én az orsókat. Horogbeakasztót megkérdezted például tőlem, hogy merre, milyen kezes vagyok, mert hogy arra fele fordítod a horogbeakasztót. Így van, mert hogy van rajta horogbeakasztó is. Ide rakja az ujját, akkor az a horogbeakasztó ezen az oldalt lesz a legpraktikusabb, mert jobb, nem lesz útba. A gyűrűbe akaszgatni, meg össze-vissza, ez praktikus dolog. Én ezt az orsótartót nem szeretem, mert én a parafanyelet szeretem markolni, úgyhogy nincs az ujjam között az orsó, mert ezzel sokkal érzékenyebb lesz a bot, mert ez a picike diszkomfort, magyarul hogy van ez? Ez a kényelmetlenség, az orsónak a lába fogása közben, az a kapás érzékelésből és a fenék érzékeléséből elvesz. Sokan, akik nem próbálták előtte megfogni, nem tudják, elvesz. Én úgy tanultam gumizni régen gyerekként, hogy nem volt fonodzsinór, mert nem volt sima orsós, ami tudta volna pakolni. Már 15 évesen volt pórarom, aminek csigás volt dobevelése, de onnantól kezdve már fonotta pecáztam én is. De mivel Damillal kezdtük a pecázást, nekünk a jigezés azt jelentett, hogy leült a fel, bedobtunk, kifeszítettem a zsinort, megfogtam a mutató ujjammal a görgőt, beállítottam ide a Damilt, és megvártam, ameddig az ujjamon érzem, hogy leült, mert a bot annyira buta volt. Utána felemeltem azt, utána tekertem, és megfeszítettem, és fogtam megint a zsinót, és megvártam, még leér. De nagyon sokan ezt most már nem csinálják. Mostanában így csukáznak leginkább, hogy 2-3-4-et beletekernek, és engedik leejtetni. Leginkább ezt szokták csukára vezetni. De nem beletekertünk akkor, hanem a feszes zsinóra felemeltük. Ja, de bottal emelted meg? Mindig. És ezért is furcsa nekem látni azt, hogy sokan télen, nyáron, ugyanúgy gumiznak, folyóvízen, állóvízen. Stop and go-znak folyamatosan. Megállnak, beletekernek, miközben 1000 millió játékot el lehet játszani egy gumihallal, csak ezt sokan nem használják, én ezen meg is vagyok lepődve. Tehát embernek végig kell próbálgatni a mindenféle módszert, különböző fejekkel, ugyanaz a csajval, hogy tapasztalat, hogy szerezzen és gyűjtsön be, és tudjon mihez viszonyítani, hogy mikor mit evett a hal. Mert lesznek olyan napok, hogy a folyóvízen a 3 grammos fejen lebegtetett, meg a sodrátban megtartott csalit fogja wobbler helyett megenni a süllő. Mert hogyha szereti a fetching impactet a fenéken, akkor felül is szeretni fogja. Ha nem akarja megenni a poblet, mert túl durva rezgése, akkor a gumilap fogja megenni. Amiről te beszéltél a kajálás közben, ezért is vettük el ezt a videót a pecázásról is, hogy voltak olyan napok, amikor az Easy Shiner-nek meg a Swing Impact-nek leharaptad a farkát, és no action csalit csináltál belőle, mert akkor az jött be. Ja.
Ez is egy véletlenből jött igazából, mert hogy leharapta a sülő a farkát, és nem volt már abból a színből a másik, visszadottuk ugyanazt, és ugyanúgy, sőt, hamarabb volt kapás. Aztán megint. És akkor utána, akivel voltam pecsezni, és mondta, hogy akkor levágj inkább a farkát, ha ezzel így lesz. És bedobta, és bejött. Tehát pici véletlenekből tevődnek össze a dolgok. Így van. Jó. Na hát, köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót. Ha kíváncsiak vagytok, hogy hogy teljesít majd Peca közben, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Ha bármi kérdésetek van, akkor Mátét megtaláljátok minden egyes platformon, ugye már TikTokon is van, igaz? Van, de sajnos nincs energiám feltölgetni semmit, de van. Van TikTok, Instagram, Facebook, de a telefonszám a legfontosabb 0670-646-0010-es számom, ez publikus. Mindenki. Leírás robotba beírom ezt a telefonszámot, ha nem bírtátok megjegyezni, akkor ott lesz a weboldaladnak a címe, ott lesz a telefonszámod, de leginkább telefonon hívjanak, ne írogassanak, igaz? Így van. Jó, tehát telefonon hívjatok fel, mondjátok, hogy láttátok a videót, röviden, tömören ennyi. Így van. Menjetek ki pecázni, szerezzetek élményeteket. Nap is voltam nekem, az az életem, csak sajnos nem posztolhatok, mert a debreceniek megtiltották, posztoljak. Túl sok volt a poszt egy időben, igaz? Nem szabad posztolni, mert halat szeretek fogni. Ez most egy titkos kérdés. Ügyes orgász egyébként a Máté? Ügyes. Ki az ügyesebb? Te vagy ő? Ő. Őt biztos? Nem kell itt engem sztárolni. Na, sziasztok! Sziasztok!